Náló mindenkinek sziasztok, Sáckindra vagyok, és most egy csodálatos dolog veszi kezdetét, ami nem más, mint a FIFA-s draftos sorozatom kezdete, vagy valami ilyesmi. Szokatlanok lehetnek tudom az ilyen videók, de hát úgy gondoltam, hogy miért ne csináljunk ilyet, ugyanis hát miért is ne kezdhetnénk bele, mert hát nemrég nyitottam ki életem legnagyobb nyitását, aki nem más, mint... Team of the Year Messi! Jézusom! Vagy Team of the Season? Azt hiszem Team of the Season, fogalmam sincsen! De úristen, 99-es Messi-t nyitottam egy 45.000-es csomagból! 4-5 egy tökéletes pozíció, vegyük is szépen kezdetét az akciónak! És az első kiválasztott játékos, hát nem a legjobb, mindegy. Kiválasztom Suárezt, mert Hazardot bedobhatja még jobb kártyába. Jöjjön a következő, az nem lesz most, nem tudok beszélni. Kiveszem a De Bruynt, ami azt jelenti, ideig nem a legjobb kártyákat kaptuk meg, de bízok benne, hogy be fog dobni valami nagyobbat, ami nem is rossz, pedig kapunk egy Rashfordot, aki 94-es. Középhátvédnek mindenféleképpen valami nagyon dobja, 88. Mondjuk egy 92-es Oblak még talán nem is rossz. Ja, oké. Lehmann-t beveszem, és kicserélem Oblak helyére, ugyanis ez plusz összhangot ad. Légy szíj egy nagyot! Messi. Oké, ezt a Messi-t most már kiveszem, mert igazából messze nem itt az ideje gyűjteni a ratingekre. 95-ös Garincha! Oké, azt mondom, hogy nem tudom, hogy kell kérteni, srácok, ne kövezzetek meg ezért. Hogyha Messi helyére berakom, akkor még többet ad. Oké, és Messi-t mondjuk, hogyha behozom jobb szélre, tök mindegy, most a összhang nem érdekel. De legalább ad egy csomó plusz ratinget. Jó, oké, és hogyha most bedobna egy nagyobbat, de nem. És jöhetnek a cserejátékosok, és elsőnek... Hát, kaptunk egy szalát. Hú, na most egy nagyon jó kérdésre vagyok. Neymar vagy Barnes? Tudom, hogy az összhangra kéne játszanom, de szerintem muszáj lesz Neymart kivennem, hogyha én 93-asat el akarok valahogy is érni. Na jó, Neymart berakjuk bal szélsőnek. És az utolsó lap. Aki talán... jó, Robertson. 94-es Robertson. Plusz 12 kemény streak! Jézus! Talán, ha őket megcserélném... Vagy ha esetleg mondjuk... Aha! 97-es összhang. Légy szíves, adj be egy BBS menedzsert, légy szí. Jó. Ne! Miért nem? Miért nem adtál hozzá pluszt? A következő formációk 3-4-3 lesz. Reméljük, hogy most jobb csapatot kapunk, és a csapatkapitányunk nem más lesz, mint... nem túl jó. Kiválasztjuk Aubameyangot, reméljük, hogy kapunk valami jobb játékost mellé, aki nem más, mint egy Ronaldo. Oké, nem rossz, oké. Baloldali szélsőnek pedig egy Son! Egy 95-ös Son! Jézus, oké, ez egy nagyon-nagyon jó kezdet. 2-94 fölött, és jön egy Gerard! Egy 93-as Gerard! Jézus! Jó, nézzük meg egy védőt, és itt is, úristen, Koulibaly. Nézzük meg egy jobb oldali szélsőt, hát ha bedob, nagyon jó! Rodrigo! Ez az, jó, oké. Jön az utolsó középhátvéd, aki, hát, legalább Koulibalyval jóban van. Oké, nézzünk akkor egy kapust, aki nem más lesz, mint egy gagyigabuzs. 97-es Zidane! Jézus, oké. Jó, Zidane csak így fér be a csapatba, hát reméljük, hogy ennél jobb lesz. Mindenféleképpen kéne egy jobb kapust, nagyon remélem, hogy még be fog dobni egy kapust, és kapunk egy... 95-ös Garincha van megint! Itt a lehetőség, van egy iszonyatosan nagyon jó draftunk. Nagyon-nagyon jó draftunk, már csak nem szabad elrontani, amihez kapunk egy 93-as Neymart! 92-es Riquelme. Nagyon-nagyon nem jól ejtem ki szerintem a neveket, de ezért tényleg bocsánat, nem tehetek róla. Léci, adj egy legendást! Puyol, aki végül is vihetőszangot a csapatba, megnézzük. Ha Puyolt berakom Zidane helyére, akkor kapunk plusz 3 összhangot. 2 játékosunk van vissza. Nem tudom, mit kéne kapnunk, de kaptunk egy 94-es szalát. Jézus! Istenem, megvan... ez plusz 3 kemészre. Koulibaly helyére kapnánk egy legendás védőt, akkor mindenféleképpen jó lenne. De, ezek támadók. Sajnos ennél jobbat nem tudok ebből kihozni, srácok. Bocsánat, hát ezt nagyon elrontottam. 4-2-2-2-es draft lesz a következő, amit építeni fogunk. A csapatkapitányunk pedig nem más lesz, mint Hagi. Oké, nem rossz. Egyetlen nem rossz, bal hátvédnek, tökéletes. Oké, jön egy Kam. Légy szíves,
adja ebbe valami nagyon, mondjuk egy Zidánt, nem a 97-es Zidán, de egy 94-es Zidán is megfelelő lenne egy 93-as drafthoz, csak kérlek, most ne jöjjenek a rossz napok, mint az előzőben, de kaptunk egy 93-asként, nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, és mellé csatárnak pedig egy Silvert. A következő kam nem más lesz, mint... Oké, nem rossz egy Rui Costa például, igaz 91-es, de nem rossz egyáltalán. Jó, következő pedig egy 94-es Zanetti, nagyon-nagyon jó, 4 legendás az elén, és ebből, Jézusom, hogy most nézem, tehát idáig kipikkeltünk 6-ot, abból 5 90 fölötti, sőt 91 fölötti! Jézusom! Az első középhátvédünk nem más, mint... Oké, Ramos! Jön össze a 91-es, és kapunk mellé egy Koulibalyt, aki 92-es összértékelésű. Az első játékos lentről pedig egy... A Garciát berakom bal hátvédnek, plusz 8 chemistryt kapunk, így már szinte biztos a 190-es draft körülbelül. Jön a következő lenti játékos, és még bedobhat nagyon nagy játékos kapunk, például egy Messit. Nagyon jó, oké. Okay. Berakom Messit egyelőre csatának, és így már 91-es a draftunk. Hát reméljük, hogy kapunk még egy jobb játékosokat, mondjuk egy Neymar. Jó, vegyük ki mindenféleképpen a Neymart. Mert a ratinget mindenféleképpen dobja, és már 92-es a draftunk. Jézus, mennyire király! Főleg, ha kapunk mellé még egy 92-es Riquelme, én így fogom hívni. Nem tudom, hogy kell kiejteni, úgyis ki fogtok javítani. Oké, és őt pedig berakjuk csatárnak Messi helyére mondjuk. Sajnos Messi nem nagyon fogom tudni játszatni, de mindenféleképpen hasznos tagja lesz a csapatnak, és egy 94-es válható! Jézusom! Úristen, ez biztos, hogy meg lesz, ez 93-as, ez biztos, hogy meg lesz, lehetetlen, hogy legyen meg, milyen játékosaink vannak, és az utolsó játékosunk egy 91-es Ter Stegen, meg a 193-as draft, de 192-eset elértünk, de ebből a draftból hogy lehet 192-es? Én egy 4-3-3-as draft a végére, nagyon reméljük, hogy most sikerülni fog, és valahogy el fogjuk tudni végre érni a 193-as draftot. Messit kapunk elsőnek, nem rossz kezdés, de talán Silver. Viszont a baloldali támadóban tényleg megvan az esély, nagyon-nagyon jót kapjunk. Itt viszont most tényleg itt van a lehetőség, egy 97-es Kanté. 97-es Kanté. Középhátvédnek kaptunk egy Campelt, aki végül is nem rossz, mert legendás és nagyon sok összhangot ad, meg azért nem kicsi ratingű, de 91-es Fandák, jó, kiveszem. Mindenféleképpen ki kell vennem, mert most fontos a rating, és nagyon-nagyon rosszul állunk. Most nem akarok ebbe bizakodni, hogy talán kapunk nagyobbakat, de kapunk egy 94-es Robertsont, aki viszont nagyon-nagyon jól fog jönni nekünk a rating miatt, meg ez a összhang miatt, meg minden miatt is, és kapunk egy 91-es Ter Stegent, nem rossz, de még kaphatunk akár egy ennél jobbat is, nem. Az első középhátvédünk pedig egy Jordi Alba lesz, aki igazából csak csere lesz. Középpályás Léci adja be egy jót, nem rossz, Rodrigo. Legyen inkább így, ez így jobban néz ki, ja, hát reméljük, hogy ez így jó lesz. Következő, jó, 91-es Kovácsics, ez az első támadónk, aki, oké, Garinkát egyszerűen mindig megkapjuk. Nagyon durva, és így ez plusz 4 chemistry, és szerintem, oké, 94-es. Eusebio, mondjuk Hadzsi nem is lenne rossz így kezdetnek, akit be is tudnánk rakni mondjuk Messi helyre, és így már 100-as összhangunk van majdnem. Viszont kaphatunk még nagy játékosokat, mondjuk egy Oblak nem is rossz, mondjuk nem, jó lesz ez a Ter Stegen oda. 91-es már ratingünk, nem kell annyira nagyon sokat menni, mondjuk egy Ronaldo nagyon-nagyon meg is felelne nekünk mondjuk, és az az egy plusz egy chemistryt, ez az, jó, oké, ott van a 94-es Ronaldo, tök életes. Hadzsit pedig berakjuk Modric helyre, és így már 92-es a draftunk. Kettő játékos választ el minket. Léci, adjál be valamit, de oké, 95-ös már ez, nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Nem tudom, hogy hova bírom vajon berakni. Oké, berakjuk ide középre. Hadzsit berakjuk Navas helyére. Ez a játékos fogja eldönteni, hogy vajon meg lesz a 193-as draft, nem merek oda nézni. Inkább oda sem nézek. Inkább nem nézek oda, és 3, 2, 1 és 2 a Suárez! Jézus!
Basszus, oké, ezt kivesztük mindenféleképpen. Srácok, itt a lehetőség. Itt a lehetőség. Mondjuk nem nagyon fér be sehova, de ide, és így sincs meg. Hát egy kiégek. Miért nincs meg? Ezt a kettőt kicseréljük, így is van, oké. Jó, oké, 99-es összhangot össze tudtunk szedni. Jó, és így mondjuk így 93-as. Na jó. Oké, megvan a 93-as rating. Ideig ez nagyon-nagyon nehezen sikerült, az biztos. Összebírtam, srácok, szedni 96-os keményszét, de egyszerűen sehogy nem tudom megcsinálni. Megpróbáltam már mindenki lecserélni a klubból, Jordi Albára, Modricra, Suárezre, akárki megpróbáltam lecserélni, senki már nem megy egyszerűen. Tehát, és az a gond, hogy az előbb megpróbáltam berakni a izét, milyenek a neve, Fanbiscuit, ugye ő volt ott alapból, akkor pedig szimplán lement a rating, tehát most nézzétek meg, hogy kísérjem az egyik izét, és le fog menni a... Mi? Mi van? De az előbb még lement! Ne! Megvan! Megvan! 193-as draft! Megvan a 193-as draft! 193-as volt draft, srácok! 193-as draft, Jézusom! 193-as draftot tudtunk csinálni. Elértük a célunkat, a 193-as draftot. Úristen! Ez nagyon durva! Sikerült a kihívás, megcsináltuk a 193-as draftot. A következő videókban van a 194-es draftért fog menni a küzdelem. Nagyon-nagyon remélem, hogy az valahogy sikerülni fog. Ez is nagyon-nagyon nehezen sikerült. Az még nehezebb lesz, szóval ja. De reméljük, hogy valahogy el fogjuk tudni élni. Én Dani voltam, köszönjük, hogy jutottok, szerzőnek közebb. Sziasztok!